Istenhez az én szóval, emelném kiáltásomat, hogy felkiálték hozzá, beszédem meghallgatá. Minden némű szükségemben reménységem csak az Isten, éjjel kezem feltartom, az égre hozzá nyújtom. Lelkem nagy bánatba esett, minden vigasztalást megvett, az Isten rettent engem, arra emlékezem, noha Istennek szívemben panaszlok nagy ínségemben, lelkem mégsem találhat semmiben nyugodalmat. A mi segedelmünk és vasárnap reggeli áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt az ajándékot, amit a te szent lelkedben adtál. Egyrészt ennek a teremtett világnak, másrészt pedig a hívek közösségének. Köszönjük, hogy a mi hitünk szerint a Szentlélek az életnek a lehellete. És erre az életre nem csak biológiai értelemben minnyájunknak szüksége van. Köszönjük azt a különös ajándékot, amit a Szentlélek az egyházban, a keresztény közösségekben munkál. Elsősorban is az, hogy az életnek a szava, az életnek az igéje az, ami fölhangzik, amely hirdettetik. Szentlélek Úristen, te vagy az, aki ezt az igét élővé és hatóvá teszed, de lehet, hogy így pontosabb, személyessé. Általad mozdulnak meg emberi szívek, nyílnak meg Jézus Krisztus előtt. A te munkád gyümölcse, hogy közösség formálódik, és te vagy az, aki ezt a közösséget az ige mellett egybe tartod, őrzöd és vigyázod. Úr Jézus Krisztus lelke, ezen a mai reggelen is áldj meg bennünket, szólj hozzánk, érintsd meg a szívünket. Amen. Kedves televízió nézők, a pünkösdöt követő második vasárnapon olvasom Istennek igéjét az Új Szövetségből, János első levelének a 4. fejezetéből, a 15. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszból, ahol is ez áll. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.
Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Kedves tévénézők, érdeklődők, bár bizonyosan nem tudom, csak vélelmezem, hogy akik megnézik ezt a reggeli Lélektől Lélekig című műsort, azok nagyon nagy valószínűség szerint vagy egyedül vannak abban a helységben, vagy pedig egy szűkebb körben. És kimondva vagy kimondatlanul azt várják, hogy a személyes életükhöz, az egyéni kérdéseikhez és gondjaikhoz szóljon a lelki pásztor. Emberileg teljesen érthető és jogos ez az elvárás. Azt azonban el kell mondanom, hogy szinte minden Bibliában található iratnak, vagy ahogy mi nevezzük, könyvnek a hátterében egy közösség áll. Még akkor is, hogyha nem többen írtak egy bibliai könyvet, hanem egy konkrét személy, de annak szinte minden esetben voltak címzetjei, és ez az Új Szövetség esetében legtöbbször egy keresztény közösség. Akik behatóan és mélyen tudományosan ismerik az Új Szövetség világát, azt mondják, hogy az első Jánosi levél mögött is egy konkrét gyülekezet, egy adott élethelyzetben kérdésekkel és problémákkal áll. És a levél írója ezekre a kimondott vagy kimondatlan kérdésekre igyekszik választ adni. Nem csak vélelmezzük, hanem valószínűleg meg is tudjuk határozni, hogy mi volt az egykori keresztény gyülekezetnek valamikor ott az első-második század fordulója táján a legnagyobb kérdése és problémája. Hát az, ami minden közösséget fenyeget, a hasadás. És ez sajnos keresztény közösségek életében is előfordul. Talán nem csak a lelkipásztor aggódik és imádkozik azért, hogy a közösségen belül megmaradjon az egység, a testvériség, egymásnak a hordozása és vállalása, és egyfajta irányultság. De akik szeretik és akik ragaszkodnak ehhez a közösséghez, ugyanígy éreznek. Mégis. Azt talán nem merném mondani, hogy törvényszerűen, de nagyon sok esetben a közösségek életében törés alakul ki. A levél hátterében álló keresztény gyülekezetből voltak, akik kiváltak. Nem személyes okok miatt, valószínűleg nem is egyéni ambíciók nyomán, hanem egy tanbeli vita következtében. Akik maradtak, igyekeztek megmaradni az evangélium mellett. Akik távoztak, egy olyan hangsúlyt is beengedtek az életükbe, amely nem a Szentírásból való. Nevezetesen elég az Istent imádni és tisztelni, a környezetünkkel, így a körülöttünk lévő emberrel olyan sokat nem kell foglalkozni. Hát pont ezzel szemben fogalmazódik meg ez a felolvasott ige szakasz, miről el lehet mondani, hogy ez az első Jánosi levél szeretet himnusza. A szeretetről beszél. Hadd lépjek át konkrétan a jelenbe, amiről már beszéltem,
A törések, a megbicsaklások és a hasadások korunk keresztjén közösségeit sem kerülik el. És ezek mindig fájdalmas dolgok. Ezeknek kikerülhetetlenül van személyi vonzata, érzelmek kavarodnak föl, és bizony ezeket sokszor nem könnyű kezelni. Azt mondják nem alaptalanul, hogy talán nem is az elsőrendű trauma a legnagyobb probléma, hanem az, hogy azt miképpen tudják földolgozni az emberek. Szükség van ilyenkor emberileg a józanságra, a megértésre, de a mi hitünkből fakadóan Isten szavára, Isten beszédére, Isten igéjére. Azt tudjuk, hogy az isteni szó az nem egy közvetlen kinyilatkoztatás. A templomi Isten tiszteleteken nem közvetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus szól hozzánk, hanem mindig közvetett módon. A kezemben lévő Biblia igéjén keresztül egy konkrét ige hirdető által. A pünkösdöt követő második vasárnap az egyházi rendünkben a tanítványok és a profétáknak a vasárnapja, akiket az Isten kiválasztott, elhívott és megbízott azzal, hogy az ő igéjét, az ő szavát tovább mondják és hirdessék. És mint ahogy én magam is, és vélhetően minden prédikátor, ige hirdető előbb vagy utóbb megtapasztalja, hogy ez nem szükségszerűen hálás feladat. Még akkor sem, hogyha az Úr Jézus Krisztus azt mondja egy helyen, hogy aki titeket hallgat, utalva a tanítványaira, az engem hallgat, és aki titeket elutasít, az valójában engem utasít el. Tetszett az Úristennek, hogy így közvetítőkön keresztül, adott esetben gyarló és esendő profétákon és tanítványokon, prédikátorokon keresztül, de mégis az ő szava és az ő beszéde hirdettessék. Természetesen az isteni szó akkor válik hitelessé, hogyha a tanítvány, az apostol és a proféta élete visszatükrözi azt, amiről beszél. És akkor e hosszúra nyúlt bevezető után lássuk, hogy miről is szól ezen a helyen ennek a levélnek az írója. Elsősorban is elmond egy definíciónak tűnő mondatot, hogy tudnilik az Isten szeretet. Aki valamennyire ismeri a Szentírást, az pontosan tudja, hogy a Bibliának ez az egyik legfontosabb üzenete. Sok ember vélekedésével ellentétben az Isten alapvetően szeretettel és kegyelemmel fordul ehhez a világhoz és benne a konkrét emberhez. Az Isten lénye, a szeretet és a kegyelem. És ebből következik az, hogy ha ez a szeretet elér és megtalál bennünket, akkor nem lehet vízhangtalan az az életünkben. A szeretettel kapcsolatban nagyon konkrét utalás történik ebben az ige szakaszban is, hogy miképpen gondolkodunk erről. Abban lett teljes az Isten szeretete, hogy elküldte az ő fiát, mi Urunk Jézus Krisztust ebbe a világba. Az Isten szeretete megnyilvánul abban, hogy szabadítót és üdvözítőt küld.
hogy ne maradjunk egyedül, hogy ne maradjunk Isten távolságban, ne maradjunk egy szomorú magányban, hanem vele való közösségben, mégpedig a szeretetnek a közösségében éljünk. Jézus ezért jött el, ezt hirdette meg, és a halálában is ezt pecsételte meg. Tudnék, hogy az Isten mind halálig szereti az embert. Ő benne, az ő fiában lett teljesé a szeretet. Nem abban van a szeretet elsősorban, hogy mi szeretjük az Istent, meg szeretjük a másik embert. Mert a lelkünk mélyén mindnyájan tudjuk, hogy a mi szeretet muníciójink, azok előbb-utóbb elfogynak, kiapadnak. Az Isten lénye alapvetően az elfogadás, a megbocsátás és a szeretet. Örök és kimeríthetetlen. Ő minden szeretetnek a forrása. A Szentíró azt is elmondja, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ez a teljes szeretet, ami hitünk szerint az Úr Jézus Krisztusban jött el mi hozzánk. Hogy mit jelent a félelmekkel megterhelt emberi élet, erről nem kell prédikálni. Ezt mindnyájan érezzük. A félelmeinktől és az aggódásainktól nem nagyon tudunk szabadulni. És pont az emberi életnek ezt a meghasadtságát, ezt a törését veszi el a szerető Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, hogy kiűzze a szívünkből a félelmet. Mi a legnagyobb aggódásunk, amely ráterhelődik az életünkre? Egy árnyék, amely egyre hosszabb és egyre nagyobb lesz, amely azt üzeni nekünk, hogy ez a földi élet egyszer befejeződik. A teljes szeretetben az Úr Jézus azt mondja az övéinek, én élek, és ti is élni fogtok. A teljes szeretet azt üzeni, hogy a végső és az utolsó szó az nem a koporsói és nem a sírkerté, hanem a föltámadott és élő Jézusé. Az Isten szeretet meghatározásnak van egy etikai konzekvenciája. És ezt is nagyon a szívekre kívánja helyezni a Szentíró, és én magam is. Aki szereti az Istent, a szeresse a fele barátját is. Mert a tétel ellenkezője, hogy tudnélik, ha valaki nem szereti a fele barátját, az hogyan szerethetné az Istent, hiszen a fele barátját látja, az Istent pedig nem látja. Nem csak elgondolkodtató, de megrázó. Az Isten igéje szerint e két dolog, Isten szeretet és a fele barát elfogadása, ez szervesen egybe kapcsolódik. A mondani valóm végén visszautalok a már emlegetett pünkösdre és a Szentlélek Úristenre. Az Isten lelke az, aki ezt az erőt, mert a szeretetet talán így is lehet nevezni, ezt az erőt, ezt a lelkiséget elhozza, enélkül minden hiába való, minden prédikáció, minden Isten tisztelet. De a lélek csodákat művel. Zárásképpen egy költői vallomást ezzel kapcsolatban Dzsida Jenőtől, a versének a címe egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam arannyal, ezüsttel, hívtam a népeket, jöjjetek én hozzám. Hiába, hiába. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett,
nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, ígéző szavakat. Hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben. Nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szentlélek, Úristen, ezt az élő Urat és az ő szeretetét, az ő kegyelmét hozd el az életünkbe. Azért, hogy ne féljünk. Azért, hogy ne fázzunk. Azért, hogy ne legyünk magányosak. Gyújts világosságot és gyújts szeretetet a mi szívünkbe. Add, Urunk, hogy átéljük és megtapasztaljuk, hogy az Isten legnagyobb ajándéka, hogy ő átölel, hogy ő a nevünkön szólít, és azt mondja, hogy az enyém vagy. Ott vannak az életünkben, Urunk, az egyéni és a közösségi életünkben is a hasadások és a törések. És lehet, hogy olykor áltatjuk magunkat, hogy az idő majd gyógyítja ezeket a sebeket. Sokszor valahogy úgy, ahogy a hamu alatt a parázs izzannak és megterhelnek bennünket. Szentlélek, Úristen, járj át bennünket, hozd el Jézus Krisztus irgalmát és kegyelmét, és add, hogy a tőle kapott szeretetben fölmelegedjen az életünk. És ebből fakadóan segíts bennünket, Urunk, hogy ahogy Te megbocsátod a mi istentelenségünket, úgy mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak. Add, Urunk, hogy ez a szeretet, ez ne csak önző módon a miénk legyen, hanem áradjon ránk, hogy így jellé legyünk ebbe a világba. Gyógyítsd, Urunk, az életünket, a közösségeinket. A lelkünk mélyén érezzük, hogy a mi terápikus erő az a megbocsátás és a szeretet. Ebből lesz megújulás, és ebben van reménység. Ezzel ajándékozz bennünket, közösségeinket, az Anya Szent Egyházat, és ezt az egész világot. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mi velünk most és mindörökké. Amen. Én is köszönöm, Korné, belefélt az idő. Isten szívén megkérdele, forjon szívünk egybe hát, így ő.
Thank you.